énektanulási szerepet a Dunaszentgyörgyi Református Gyülekezet által rendezett Tárai Kupán, melynek fő témája ezúttal Mózes élete volt. Az 5 településről érkezett gyerekek e téma köré szerveződő ügyességi és bibliai ismereti vetélkedőkön vehettek részt. A Tolnai Református Egyházmegyében 3 kiskör működik, és mi a Szárai kiskörnek a tagjai vagyunk, és a Szárai kiskörben több ilyen gyermek, külön ifjúsági program, presbitereknek különböző programok vannak, és ez a Szárai kiskörnek a programja, tehát egy gyermek programja, tulajdonképpen vetélkedő, hittanos gyermekek részére, nem csak hittanos feladatokkal, hanem játékos, sportos feladatokkal egybekötve. Megközelítőleg 60 gyermek vett részt a rendezvényen, Gerjenből, Nagydorogról, Bölcskéről és Paksról érkeztek csapatok. Bálint a Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség tagjaként már 4. alkalommal vetélkedett a kupáért. Jól szoktam magamat érezni, nagyon sok vetélkedő van, ügyességi versenyek inkább, minden évben változó, nem, így nincs külön kedvencem. Bár Adél még csak most kezdett iskolába járni, nem ez az első Sztárai Kupa életében. Tudta azt is, hogy 8 állomáson kell feladatokat végezni a csapatával. Megyünk majd az alagsorba, megyünk a tűzoltóságra, meg most mentünk ide ki a Gerjenibe. Meg itt most is, ahol magyar. Most a verseny is van. Azon is. Tetszett. A verseny gördülékenységét felnőtt közreműködők segítették, akik mialatt koordinálták a csemetéket, hasznos információkat osztottak meg velük Mózes életével kapcsolatosan. Dániel úgy véli, a gyerekeken keresztül szüleik is megismerhetik tevékenységüket. Itt nőttem fel, tehát már kisgyermekkorom óta, születésemtől kezdve is részt veszek az egyház életében, és szinte az összes ilyen vetélkedőn részt vettem. Hol résztvevőként, majd mikor már elég nagy lettem, akkor pedig segítőként. A jó hangulatú vetélkedő kora délután ért véget. A Sztárai Kupát ez alkalommal egy paksi csapat, a Jézus harcosai vihette haza.